Csordás Anett vagyok, érdekérvényesítéssel foglalkozom az utóbbi években. Ez nyilván kötődik ahhoz, hogy született egy kisfiam, aki súlyosan halmozottan fogyatékos, így a címkézés szerint. Kiderült számomra, hogy az ellátórendszer Magyarországon óriási hiányokkal küzdik, és abba kell hagynom az addigi munkám, én egy iskolának voltam a vezetője, és szerettem volna elkezdeni dolgozni azért, hogy Magyarországon a helyzet javuljon, és a sérült gyereket nevelő családoknak az életkörülményei javuljanak. 2011-ben indult az egyesületünk, először egy önsegítő szülői csoport volt, aztán jött egy eset, aminek a hatására hogy elkezdtünk érdekérvényesítést folytatni, az nagyon sikeres lett, és aztán egy egyesületet alapítottunk, közösen a Lépjünk, hogy lépessenek össze haszonú egyesületet, és ennek engem választottak így a vezetőinek. Dolgozunk azon, hogy akik otthonukban ápolják a gyereküket jó részt, mert most már ugye az idős hozzátartozóikat, azoknak egy megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülése legyen. Ugye ezért is volt az, hogy elindítottuk az otthonápolási kampányt, ami egy óriási siker lett. Amire az díjat is kaptam, ez a gyerekek otthongondozási díjának a bevezetése. Tehát 10 éven Magyarországon nem volt szakpolitikai változás. Itt ugye mi elértük azt közösen a partnereinkkel együttműködve, hogy Magyarországon létrejött a gyerekek otthongondozási díja, ami egyébként azóta is emelkedik, 2022-re fogja érni a minimálbér összegét. Van egy inkluzív iskola kezdeményezésünk, a Holnap iskolája, most erre is nagyon büszke vagyok, most vagyunk éppen iskola alapításban, és amikor volt a fél évi értékelés, akkor majdnem, hogy egytől egyig, amit erősségüknek tartottak, az, hogy egy nagyon erős, egymást támogató közösség vagyunk, és ez mind az egyesületünkre, tehát mind a munkatársaimra jellemző. Nagyon megtisztelő volt, hogy én kaptam a szabaddíjat, és nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy ezt a díjnak az összegét, ezt mire fordítjuk. Ebből egy országos rendezvényt szerveztünk. Megnéztük azt, hogy a fogyatékos gyerekeknek milyen Magyarországon az oktatási helyzet, és ez egy nagyon sikeres rendezvény volt, tehát tényleg nagyon sokan eljöttek, és most pont egyébként ezt a rendezvénysorozatot folytatjuk azzal, hogy megnézzük, hogy hol tart az inkluzió, hol tart Magyarországon a be is elfogadás. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tavaly a Fogyatékkal Élők Világnapján mi szervezetünkkel közösen a főváros és 16 másik kerület egy 6 pontból álló szándéknyilatkozatot írt alá, melyben gyakorlatilag azért vállaltak felelősséget, hogy az elkövetkezendő 5 évben az érintettek érdekeiért fognak dolgozni.